Úgy tűnik, hogy Haalandnak ez volt az utolsó mérkőzése ebben a naptári évben. Ugye 10 meccsen 13 góllá jár a szezonban Haaland, de ez valószínűleg nem lesz több. A hírek szerint a combhajlító izma megsérült, most ugyanaz, mint korábban, de egy kicsit más helyen. És hogyha ott elszakadt tényleg egy izomköteg, talán erről Peti, te tudnál bővebben mesélni, akkor az valószínűleg a következő 12 meccsre biztos, hogy nem fog működni. Így viszont hát azért gondban lehet a Dortmund, és gondban lehet Haaland menedzsmentje is, mert itt hosszú felépülés vár akkor rá. Igen, hát ha izomköteg szakadt el, akkor az súlyos. Ugye általában ezek a mikrosérülések, szinte minden egyes mérkőzés után van mikrosérülés az izmokban, és hát ennek a súlyosságát az határozza meg, hogy ezek mekkora terjedelműek. Viszont egy izomköteg sérül, akkor az hosszú idő. És hát ő egy nagyon szálkás, magas futbolista, és nagyon-nagyon fontos számára az, mint ahogy mindenkinek, hogy tökéletes fit és edzettségi állapotban legyen. Óriási kiesés ez számára is, és a Dortmund számára is, hiszen elképesztően jó formában van, de ahogy Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban is, amikor többször beszéltünk róla, elmondtam, hogy nagyon fontos az egy játékos életében, hogy egy hosszabb kihagyás után hogyan tud visszatérni. Uh-huh. Mentálisan uh-huh. hogyan erősödik meg uh-huh. tud erősödni, mert Haaland se volt igazából sérült, ő is, hála jó Istennek, elkerülték a komolyabb sérülések, a hosszabb kihagyás, és szerintem azért egy játékos kvalitását az megfelelően, vagy nagyon jól meghatározza, hogy egy kudarc után, egy olyan jellegű negatív élmény után, amit egy hosszabb kihagyás okoz, hogyan tud aztán visszajönni. Nyilván ez nem jó, meg ezt szeretnék a játékosok elkerülni, de ha már ez megtörtént, akkor ez is szerintem majd meg fogja mutatni, hogy Haaland milyen erős karakter. Én biztos vagyok benne, hogy vissza fog egy a lehető legrövidebb időn belül térni, és újra ontani fogja a gólokat, de türelmesnek kell lenni, mert egy ilyen sérülés aztán, ha el van kapkodva, akkor az sokkal hosszabb és sokkal komolyabb következményekkel járhat.